akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény. A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Autócsalád Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autócsalád. Autók szeretettel. Szép jó reggelt, sziasztok, jó, jó... Mindent. Mindent. Ez a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzin, május 23-án, hétfő reggel, 4:09 után járunk pár percem, Jánló Csandrással. És Gede Balázssal, 0-30-20-10-9-0-9 SMS, WhatsApp és Viber számunk is közlekedés. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy. Nagyon köszönjük hallgató közönségünknek, hogy beszámol arról, hogy a gyorsforgalmi legelején 4-es baleset a város irányába 8:15-kor, aki tud, még most térjen le. Tehát a gyorsforgalmi legelején van a baleset. A BKK honlapján azt olvasom, hogy még ezen kívül 4 helyen van baleset. Azt írják például, hogy a Váci út külső szakaszán az M0-as autóút közelében az Ezred utcánál van egy baleset, a Bogdáni úton, a Hévízi út felé a Szentendrei út után a külső sávban van egy másik, a Flórián téri felüljárón is baleset történt az Árpád híd felé a Szentendrei út után a belső sávban, illetve a Csepeli átjárón is baleset nehezíti a közlekedést, a forgalom egy sávon váltakozva halad. Hát és akkor ehhez jöhet még az Útinform híre, az M3-as autópályán Budapest felé Kerekharaszt térségében két kis teherautó ütközött össze, a 44-es kilométernél csak a leállósáv járható, torlódásra kell felkészülni, 25-30 perc a menetidő növekedés. Sokan kerülnek a pályába a párhuzamos 3-as főúton, ezért Aszót térségében is araszol a kocsisor 2 kilométer hosszan. Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez. Nos, hát járjuk tovább a sejemút országait. Törökországba érkezünk. Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere mutatja be adózás és egyéb gazdasági ügyek szempontjából az országot. Szia, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Törökország az utolsó állomásos már a sejemúton, tehát már jó pár hónapja valahogy mi is ezen az úton. És hát a Selyemútnak ugye két vége volt, Róma, illetve Konstantinápoly. Aha. És Konstantinápoly az a mai Törökország területén fekszik, ugye Isztambulról van szó, amik ma is egyébként egy 16 milliós város. Tehát ma ezzel le is zárul a Selyemút, és tehát jövő héten megnézzük a modern Selyemútat. De Törökország egy roppant érdekes ilyen záró szakasz, mert rengeteg olyan vonása van, ami nem tipikus, és egyben egyébként egy hatalmas ország, nagyon érdekes történelemmel. Csak néhány ilyen szemelvény, addig először is, hogy hol fekszik, azt azért mindenki tudja, gondolom én, de mondjuk keletről Grúzia, Irán, Irak, Szíria, északról pedig Bulgária, és hát ugye több tengere is van, Fekete-tenger partvidéke, és hát ugye a földközi tenger partvidéke is. És létezik is a Boszporusz, amelyik ugye az átjárást adja a Fekete tengerhez, az ő kontrolljuk alatt van. Na most a jelenkort nézzük, aztán majd a történelembe is belemegyünk. A NATO-nak 52 óta tagja, a második legerősebb tag, 425 ezer fős hadserege van. Van atomfegyverük is, és egyébként érdekes módon a világon talán a másik olyan hadsereg, amelyik a legtöbb országban állomásodik, az USA hadseregén túl. 60 ezer főt állomásoztatnak külföldön, ebben benne van Albánia, Azerbajdzsán, Bosznia, Irak, Koszovó, Kongó, Észak-Ciprus, Libanon, Líbia, Katar, Szomália, Szíria, szóval amit egy el tudunk képzelni, minden van, de ezt majd fogjuk látni a történelem okán, nem lesz majd meglepő.
Egyébként maga az ország területe nagy, mert 780 ezer négyzetkilométer, tehát azért a magyarnál legalább 8-szor nagyobb, és a populációja és a népessége is közel 8-szor nagyobb, mert 85 millió vannak körülbelül. Most az EU-val, mint tudjuk, azért az országnak a kapcsolata eléggé szoros, tehát annak ellenére, hogy egy kis-ázsiai országról beszélünk, 59 óta van együttműködés, 63-ban próbáltak társulni, 95-ben már Vámuniót hoztak létre, 99-ben tagjelölt, 99 óta, de hát és 2005-ben is kezdték a belépési tárgyalásokat, ezek elakadtak. Most legutóbb 2016 óta a menekültügyi kérdésekben van együttműködés jelentős, közel 4 millió menekült van Törökország területén, tehát az nem kicsi. A gazdaságok egyébként így első ránézésre csak annyi, hogy top 20-as gazdaság a világon, ami szintén szép teljesítmény. Az inflációval igen komoly problémáik vannak, az több mint 65% volt az elmúlt időszakban, szóval azért nem egy könnyű helyzetben lévő ország. Na most a történelmüket nézve, izgalmas a történetük, de nem Bizáncnál kezdeném, mert nem Konstantinápoly ugyan a célállomás, de az nagyon elvinné a történetet. Én a törökükre fókuszálnék, hogy Törökország hogy jött létre, és egyáltalán hogy jött létre az ottoman birodalom, és mit is tudott. Azt hittem Trójánál kezdünk, mert az kemény lett volna így végig. Kemény, hát akkor mai adás 11 óráig tartom. Igen, igen, jó sokan jöttek, mentek arra felé, az biztos. Igen. De a törökökről annyit kell tudni, hogy ugye, ahogy a Selyem úton haladtunk nyugat felé, Türkmenisztánból származnak ők is, tehát ők is türkök, és Örményország felől érkeztek a 11-12. Században erre a területre. Nomádok voltak, és igazából jó harcosok, ezért fel is fogadták őket. Ahogy ők szépen haladtak nyugat felé, 1071-ben volt egy ütközetük a bizánci hadsereggel, ez a Manzikerti ütközet. Bizony, ott tönkre, igen. Igen, és az érdekes az, hogy ez a világ öt olyan sorsfordító csatájának tartják, ami alapjaiba változtatott meg dolgokat. Hát onnantól emelkedtek fel a szeldzsuk törökök, igen, abban a csatában. Így van, és gyengültek a bizánciak. De ennek nagy része abból ered, hogy Anatóliát a törökök elfogadták, amelyik egyébként Bizáncnak a meghatározó gazdasági forrása volt. Tehát gyakorlatilag 1453-ban esik Konstantinápoly, de ez már egy ilyen lassú lemenetel, mert hát ugye a törökök kezében van Anatólia, és így a gazdasági jelentősége Konstantinápolynak, Bizáncnak egyre kisebb. Tehát gyakorlatilag akkor egy 1000 éves birodalom gyengül meg és roppan össze, és párhuzamosan emelkedik az ottomán birodalom, amely 1300-tól gyakorlatilag 1918-22-ig működött. Na most ez egy hatalmas birodalom volt, és majdnem 3 millió négyzetkilométert fogtak össze, amelyik nagyon jó haditechnikára épült, tehát azt mondják a puskaporra és az ágyúra. Hát ugye Konstantinápolyt is azért tudták bevenni, a bevehetetlennek tűnt, mert először alkalmazták nagy tömegben ostromhoz ezeket a nagy kaliberű ostrom ágyukat, ami nem úgy nézett ki, mint most, hanem egy ilyen kovácsolt, meg össze-vissza fogatolt cső volt, de és állítólag ennek van magyar vonatkozása is, hogy valamelyik egy ilyen magyar csengésű nevű egyházfi intézte az ostromot meg az ágyukat, úgyhogy hát érdekes. Hát mindenki ebből a magyar történelem során is kaptunk ízelítőt, az egyéni meg egyéb sztori, tehát ez egy nagyon jó felszerelt hadsereg volt, szóval visszacsatolva a NATO-ra, nekik ez úgy van. Ez egy tradíció arra felé, hogy... Igen, és gyakorlatilag ugye hát ők akkor a Földközi-tenger teljes partvidékét, a Vörös-tenger, Fekete-tenger partvidékét, és hát ugye Dél-Európát is így kontroll alatt tartották. Ami még érdekes az adózás vonatkozásában, tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy egy nomád nép viszonylag olyan tud egy ilyenfajta közigazgatást és működést ekkora területre vonatkozóan felépíteni, de ez is egy hosszú, több mint 500 éves birodalom. És ami érdekes az adózás szempontjából, hogy ők az adózást nem központilag szedték be,
hanem úgynevezett ilyen textformeréik voltak, ami azt jelentette, hogy lehetett jelentkezni azért, hogy valaki egy adott területét, tehát koncesszióba tudta venni az adóbehajtás. És akkor megvolt, hogy ő mennyit ad le a központi költségvetésbe, és aztán ő úgy szedte be, hogy akarta. Na most azért ez annyira nem volt vicces nyilván abban az időben, de ő náluk így ment a közigazgatásnak egy része. Egyébként nagyon erős közigazgatásuk volt, tehát ez ilyen szempontból egy tényleg egy működő birodalom volt. Most az első világháború után az is egy elég bonyolult történet, de lényeg az, hogy 1918-ban már megszállják őket. Angolok vannak Isztambulban, egy több nemzeti megszállás, ami ellen azonnal a belső harcok indulnak, tehát belső ellenállás, majd egy függetlenségi háború, és 1923-ban kiáltják ki Lozannban, alá is írják, megalakul a mai Törökország, Mustafa Kemal Atatürk vezetésével. Ő egyébként Atatürk szintén egy nagyon hosszabb témát megérne, hogy tud valaki ebből a környezetből ennyire világi gondolkodásba átmenni, és hogy tudja ezt az országot erre a 20. századra így felkészíteni. Atatürk egyébként ebből nem sokat látott már, mert ő 38-ban meghalt, tehát összesen igazából 15 évet töltött ennek az élén, de mégis ezek a meghatározó változások végigkísérik a mai napig az ország életét. A politikáról nem nagyon beszélnék, ez maradjon boton témája, viszont a mostani elnökük Erdogán is azért hosszú karriert mondhat, mert 2003 óta van hatalomban. A földrajzilag is nagyon hát ugye, hogy látjuk Bizánc okán, vagy kapcsán nagyon kedvező az ország fekvése. Közel 50% a mezőgazdasági művelhető terület, ami kimagaslóan jó. A keleten vannak a magas hegyek, ez az örmény fennsíknak hívják ezt a részt, ahol van például egyébként Törökországban az Ararat, ami az örmények szent hegye, az is 5000 méter fölötti. De nagyon sok folyó, mint ahogy láttuk, a Tigris is, de több más folyó is innen ered, tehát gyakorlatilag ezek a hegyek adják a forrását annak a víznek, ami aztán vagy eljut, vagy nem jut el az alsóbb területekre, vagy országokba egyébként eljut, csak hát a szárazság és a klímaváltozás őket is érinti. A nyugaton vannak a mezőgazdasági területeik leginkább, valamint vásványi kincsekben is nagyon gazdagok. Tehát ez egy nagyon gazdag ország. A króm, bauxit, bór, szén, vasérc, mármány, gáz, kőolaj, szóval van itt nagyjából minden. Nyilván egyikben sem meghatározó, utána egyedül a borba, amivel a világ, azt olvastam, 75%-a készletének itt van. De ettől függetlenül ez egy gazdag ország. Tehát azt lehet látni, hogy mindazok, amiről beszélünk, tehát legyen az ágyú vagy halitechnika, ők ezt meg tudják saját gyakorlatilag, szinte saját erőforrásból termelni. A mezőgazdaság egyébként a mai napig nagyon erős. A lakosság 25%-át foglalkoztatják. Tehát ez az anatóliai vidék, ez egyébként fontos. Viszont minden iparágon vannak, tehát minden iparáguk meg létezik és jelentős. A elektronika, ruházat, járműgyártás, fémipar, élelmiszeripar, tehát turizmus. A turizmus az óriási, 50 millió turistát láttak vendégül, vagy láttak el évente. Ebből az oroszok egyébként élő 7 milliót adtak. Tehát ez most azért biztos, hogy lesz itt egy probléma, de hát majd meglátjuk. Azért a törökök annak ennyire, hogy a dolgokat adják az ukránoknak, meghívták az orosz összes ügyet. Igen, ezt akartam is mondani itt a haditechnikánál, a Bayraktar drónok, hogy amiket el is neveztek a 21. század Kalasnyikovának, most akkorát mentek itt az ukrán háborúba, és olyan népszerűek lettek, hogy... Igen. Igen. Hát igen, szóval azt mondom, de hát egyébként szóval, tényleg jó repülőgépben nem, azt aztán éppen nem jártanak, de a török is az is top 20-as gazdaság. Egyébként ami még érdekes, hogy Ankara ugye a fővárosuk, és én nekem ugye Ankara korábban személyesen nem nagyon volt meg, hogy ez mit jelent, és Ankara egyébként Selyemút állomás volt. Aha. Tehát Ankara az nem egy mai, és egy új főváros, hanem Angora néven futott a Selyemút, illetve a régi, még a bizánci, vagy azt megelőző időben is. Tehát nagyon komoly műemlékei és nagyon komoly kultúrája van annak a városnak is. Szóval valójában Törökország egy nagyon-nagyon vegyes színfolt, egyrészt a bizánci, majd az azt követő ottomán történelem okán,
és hát a mai helyzete meg a régióban az egyetem nem csak a nagysága miatt, hanem egyetem meghatározó. Ugye múltkor beszéltünk, hogy szomorúbbnál szomorúbb országriportok jöttek. Itt azért erről nincs szó még akkor is, hogyha akadnak a dolgok, de összességében Törökországnál jó. És az adórendszeresen rossz egyébként, tehát a textúr GDP-je az 23,9%, ami az OECD átlaghoz 33,5%-hez képest egyáltalán nem rossz. De az adókulcsaik sem rosszak, de nyilván nem ez a fő erő, ami a gazdaságot mozgatja. A társasági adójuk az 18%, az a standard kulcs, van aztán 8%, ami élelmiszeripari, meg textilipari dolgokra vonatkozik, van 1% a mezőgazdasági, támogatott mezőgazdasági tevékenységekre. Aztán van egy sor ilyen luxus vagy speciális adózás, a jövedéki jellegű adója, ami jelentős. Azt lehet, és abban aztán elég vegyes, de dohánytól, akkor dohányárokon, ami meglepő, mert egyébként ők a dohányiparban is jelentősek voltak. Szóval ebben az áfa fogyasztási témakörben, fogyasztási adó témakörben ők próbálnak valahogy kimozdulni. Bocsánat, az áfájuk volt 18%, 23% az áfa, és a standard rate az a 18%. A társasági adója is 23%, ami hát gyakorlatilag ilyen szempontból szintén nem rossz. Aztán ez is a 25%-a föl tud menni, de szerintem ez sem kedvezőtlen. A helyi adójuk nincsen, és a személyi jövedelem adójuk az 40%-ra megy föl, 15%-ról, tehát gyakorlatilag egyáltalán nem kellemetlen. Szóval a mai török gazdaságnak igazából szerintem ez az infláció a problémája, de az akár lehet előnye is, mert talán a munkanélküliség, ami 11,5%, ami talán magas, de ettől függetlenül Törökország ilyen szempontból szerintem nagyon meghatározó. Szóval én azt gondolom, hogy így a Selyemút végére ez egy szébefutó. A török gazdaságot látjuk, azért szerintem Magyarországnak is annak erre, hogy viszonylag távol vannak, elég szoros kapcsolataink vannak velük, tehát egyébként is a török gazdaság ilyen szempontból itt is jelen van. Látszik, hogy ez a ottomán birodalom és ez a fajta gondolkodás ez nem tűnt el teljesen. Nagyon sok esetben lehet egyébként látni, hogy a környező országokban való beavatkozás is ezeknek az ottomán reflexeknek a mentén történik, tehát legyen a Szíria, Irak, vagy éppen Örményország, de a kurdokkal kapcsolatban is ez egy hasonló probléma. De mindenképpen azt lehet látni, hogy a közel-keleti Izrael mellett az egyik legmeghatározóbb ország. Kíváncsi leszek, hogy az EU-val mi lesz a történetük, főleg úgy, hogy most Ukrajna úgy gondolja, hogy nekik azonnal be kéne tudniuk lépni. Ez szerintem a törököknél biztos, hogy visszhangra fog találni, hogy ez azért nem hiszem, hogy úgy fogják hagyni maguk mellett elvenni ezt a történetet, de ezt már látjuk NATO-ba is, hogy ott azért a svédek kapcsán is tettek. Igen, most itt az új finn-svéd NATO csatlakozásnál nyilvánultak meg, igen, és próbálnak. Oké, hát a botondal ezzel innen folytatjuk. Igen. Közben utána néztem, hála Isten, a hallgatók is megírták szép számmal, hogy Orbán mester volt, aki szétlövette Konstantinápolyt. Ezért jött olyan nehezen, hogy ki is az, ki volt. Nem tudtam megúszni. Benne, hogy ezt igen. Lehet dobni. Igen. Hát, igen. A történelem egy valóság. Tehát így van. És a hitelesség meg fontos. Pontosan. Igen. Zoli, nagyon köszönjük. Köszönjük. Szép napot. Sziasztok, nektek is. Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adó tanácsadó partnere kezdte Törökországról a gazdasági és Feledi Botont folytatja. Bizony, a hírek nagyon után. Nagyon érdekes lesz, igen, a hírek után, Czóler Andi tolmácsolásában. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A